Aldiban voltunk bevásárolni, ugyanis nyílt egy hatalmas Aldi itt a Gyógyszeriben nem messze tőlünk, hangzavar lesz, és ezért az egészért fizettem 130 körül. A húsiknál szokásos, tudjátok, 3 darált hús mindig veszek. Képzétek el, nagyon jó áron volt, 2 font, 40-50 penny volt fél kilóért, szerintem az, nem, 2,69. Csirkemel 2 kiló, az 12 font volt, az mindig is annyi. Akkor ilyen kis szoszicsokat, ilyen karamellizált hagyma, mert majd megint csinálok ilyen angol ebédet, ahhoz vettem ezt a gammon jointot, akkor chicken nugget, ami, nem is chicken nugget, hanem turkey, és ilyen dínós a bubikámnak. Megnézzük, 43% benne a pulyka, jobb, mint a semmi. Yorkshire puding, az is az angol ebédhez fog kelleni, és mivel hogy csinálok ilyen heti, mit főzök, abban benne lesz. Sült krumplit, megint egy fokhagymás bagettot spagettihez, spagetti tészta, penne, ilyen oreo hasonmás, nutella hasonmás, tehát gyerekek, ez szerintem 100-szor jobban kiteszi, mert ennek igazán jó magyaros íze van. Apple juicy, narancs juicy, bacon, sonkás szalámi, akkor vettem chorizót, klasszikot akartam, ami nem erős, ugyebár, de azt nem találtam, úgyhogy ilyen közepes erőségűt vettem. Kis békönöcske, mosogatószivacs, mert én egy nap egyet használok, aztán kuka, mert azt valamiért nagyon undorítónak tartom, hogy több napig használjak egy szivacsot. Akkor vettem egy ilyen lambscale, az azt hiszem vízkőre, ha jól tudom. Hát fürdőbe vettem, mert a csapot hiába letörlöm minden fogmosás után, ott vannak a vízcseppek is kiakaszt. Ez a törlő, mert azt is minden nap kb. Eldobom. Tojás, krumplit, ezt nem próbáltátok, ezt próbáljátok. Ilyet még soha nem láttam ekkora nagy kockába, de imádom, jó, berakod a... Mi az? Pirítósba rá, jó sok valsó, isteni. Csokis krászon, ebből többet is vettem, és ilyen kis csokis joghurtocska. Úgyhogy ez volt az első. Ennyi hús van otthon, úgyhogy igazából nem tudom miért vettem még, de igazából a húsnak semmi baja nem lesz, egy tiszta, jó kis sütőbe, szóval nem gáz. És itt vannak a húsik, amiket már kiporcióztam. Vettem paradicsomos levest, ugyanis a Róli azt mondta, hogy ő azt akar főzni, amit én nem tudom, hogy gondolta, de mivel találtam ilyet, majd biztos megízesíti, vagy nem tudom, abból amúgy 2 vettem. Tejszín, és akkor az Aldiba volt ilyen kis márveles joghurtocska, úgyhogy ilyet vettem, ez ilyen nyomós, de lehet ilyen alak is van, nem tudom, majd megnézzük. Vaníliás joghurt, basmati rice, sajt, ugye múltkor mondtam, hogy ránk rohan meg minden, na hát ott a sajt becsomagolva. Mindig jó. Viszont ez ilyen, nem tudom milyen sajt, a másik az ilyen darabos, és az Abdi nem eszi meg. Vettem ilyen rice cakes-et, szerintem az ilyen barnás, a multigrain. Abdinak snackolni. Akkor vettem egy ilyen, hát, mint a Snickers talán, meg ilyen kis waffle-ös csokit, Jammy Wheels, kis lekváros keksz, akkor még egy oreo hasonmás, egy spagetti szósz, nem ezt szeretem, ha spagettit csinálok, mindig dolmiót veszek, de nem volt az Aldiba. Egy pelús csomag, akkor vettem narancsárga, piros, és még azt hiszem kék ételszínezéket, ugyanis ebben tervem van, mert mindig csinálunk az Adival ilyen kis aktivitiket, is jó, hogyha van. Petrezselyem, még egy spagetti tészta, rizses joghurt, ez, amivel törölgetni lehet, és vettem neki ananászos, narancsos kis vizecskét, úgyhogy ez volt a második szatyra. Vettem paradicsomot, epret, hát a legjobb fajtát vettem, ami ott volt, mert ez nagyon jó édes, citromot, mert nagyon beteg, úgyhogy mindjárt fel fogom neki vágni, és hát egy kicsit elszapogatja. Régen én ezt cukorra lettem, amikor picike voltam.
De nem nagyon szándékozok még egy cukorral adni, mert így is egy csomó mézet teszek a tájába, úgyhogy megnézzük. Mandarin imádja. Borsó levesbe, bab. Csak kettő banán, mert a zöldet szoktam venni, de nem volt, úgyhogy vettem kettőt, mert most ugye beteg. És angolul van egy olyan, hogy brat. Hogyha betegek, az az, hogy brat. Ami azt jelenti, hogy bread, rice, apple, meg toast. Szóval most ezt nem tudom, hogy jött a banánhoz. Mit tudom én? Nem mindegy, de én azt is szoktam adni a beteg. Hagyma, ilyen frankfurti virsli, csak ez van az Aldiban, ezt nem nagyon szeretem, mert kicsit ilyen roppanósos, és Bubi nem nagyon szereti hagyma helyett. Gomba, mini savanyú ubi, mert az Adi nagyon szereti. Saláta, ugyanis kaptam egy nokedlik szaggatót Magyarországról, úgyhogy lesz tojásos nuki salival. Répa, még egy csokis joghurtocska, fokhagyma és krumplik, úgyhogy ez az ilyen zöldség, gyümölcs, szekciónk, úgy körülbelül egy-két dolgot minden is van. Vettem 30 ilyen kis chicken nuggetsokat, viszont ez nem chicken nuggets alakú, hanem ilyen kis műtyürke. Vettem egy ilyen rétes tészta, a puff pastry, igen, az a neve, kakós csigának, lekváros akárminek, így a bubikámnak. Még egy rizsecske, joghurtocska, cukor, teába, liszt, egyszer úgy van, hogy sütök. Vettem sorsmagyarot, meg vettem cashew-diót, amit hazafele már megettem, mert kb. El akartam halni éhen, ugyanis már 2 óra van, és igazából még nem ettem. Ilyen kis tisztító rongyokat, fish finger, 4 szelekciós kis keks, mert én meg a Roli nagyon kekszezünk éjszaka, ami a nem a legjobb, de na, itt van megint. Akkor vettem ilyen steaket, majd láthatjátok, hogy a Roli mit csinált múltkor. Na, abba volt ilyen vajas fűszer, vagy vajas fűszer, vagy szóval, fűszeres vaj, ami ehhez nincsen, viszont ez már így eleve be van pácolva. A maple az azt hiszem ilyen, nem alma, viszont ez a... Hát ezt így magyarul nem tudom, sajnos, mindegy, meg barbecue-s. Akkor még egy ilyen kis csokika, meg még simába vettem ilyen disznó valami csodákat, ugyanis majd csinálok a Rolinak pörköltet, nokedlivel, és ott van egy kis szemtelen bogár. Na tűnj el innen. Ez volt a nem tudom hányadik szak. Akkor vettem magamnak ilyen csiliport, ugyanis nagyon kívánom az erőset. Nem tudom, mi van velem, nem vagyok terhes, mert azt hittem egyébként, mivel az Adival is, hát olyan kilószámra ettem a piros aranyat. Amúgy az is van otthon. Tejszíhabocska a gofrihoz, ebből azt hiszem 3-at is vettem. Szalám is, képzétek el, 5 ilyen kis konyharuha. 4 font volt talán, szóval ha úgy nézzük, akkor 1 ingyen volt. Hát croasson helyett, ugyanis azt szeretett volna a Linikém, de nem volt. Akkor még egy ilyen, akkor vettem egy ilyen kis tusfürdőt, nem magamnak, se egyikünknek se, ugyanis ehhez is kell, ez is kell egy ilyen activityhez. Remélem ez jó lesz hozzá. 2 tejföl. Adi imádja a tejföl, gyerekek. Akkor vettem neki egy ilyen kis könyvet. Nagyon-nagyon szereti a könyveket. Úgyhogy ezt majd mindjárt meg is mutatom neki. Csak pihen, mert nagyon-nagyon beteg, és lázas is, és köhög is, meg minden. Még egy csokis, és akkor ezt... Ja, nem. Mi? Akkor ez ugye a kék ételszínezékünk, meg 2 vanília eszencia. Hát igen, ez itt a mi aranyat ért, gyerekek. Hát megmondom őszintén, a vegetable, a... Mi az? Zöldségolaj olyan van. Mindegy, nem napraforgóolaj, de viszont ez büdös, de ez sokkal olcsóbb volt. Ne haragudjon a világ, én sajnálok ennyit kiadni olajra, úgyhogy egy kicsit büdösek leszünk, nem gáz. Pánkék, még egy cheese, meg ugye citromlé a teához. Mit kaptál? Készülök.
Te hogy van kész a kaja? Na milyen bubikám? Anya mindjárt elolvassa, oké, lázos szerelmesem. Mert főzni kell először ki a húst. De... Love you. Én meg majd hete. Tetszik szerelmem, anya mindjárt elolvassa, oké? Kapta azt meg, hova raktad az új játékát? Vagyis nem is játék, hanem... Hova tetted, Roli? Hova? Ó, nézzétek, ez nagyon-nagyon megérte az Aldiba. 4 font volt. És akkor ki tudjátok nyitni, megcsinálni, mint egy kocsi. Egy versenykocsi van is valahol neki kormánya. Nem tudom, hogy hol. Ja, itt van. Így, és akkor ezt össze tudjátok tenni ilyen kockává, bele tud ülni, meg akkor könyv is, meg még a kocsikat ő is tudja, szóval ez ilyen 3 az 1-be. Nagyon tetszett neki, de már mindjárt elalszik szerintem a bubikám. Tudosó szatyor, képzeljétek el, ért, mert nagyon régóta szerettem volna, de mindig sajnáltam rá pénzt, tudjátok mennyi volt itt? 99 penny, én hülye meg egyet vettem. Egy csomó volt, úgyhogy lehet még visszakandikálok érte. Tortilla chips. Hát ez nem tudom mi. Aha. Hát ez is ilyen Oreo változat, és akkor ilyen fehér krémbe. Még egy paradicsom leves. És hát gyerekek, ez a kis pulóver nekem 1,99 volt. Nadrág nem volt hozzá. Ez ugye ilyen loungewear, szóval loungewear. De angol vagyok. Az ilyen kis pizsomaszerűség, hogy otthon így elcsászkál benne. Zadinak vettem Blueberry is kis ilyet. Ez nem tudom hányadik, azt se tudom. Hú, meg egy ilyen kis briost, jó lesz ez vajon reggelire, meg kenyerecske, úgyhogy cső, ennyit vásároltam. Rakod ezeket a szekrénybe. Tehát én úgy gondolom, gyerekek, fizettem, mivel a self-scanhoz mentem, ezért 3-szor húztam le a dolgokat, mert nem fért oda. Először is zöldségekre és gyümölcsökre fizettem 12 fontot. Na, az ingyen volt. Ugyanis van ilyen gyümölcs, tej, pénz kártya. Itt mindenkinek van, 4 éves korig jár az, ez a kártya, és akkor havi, nem tudom mennyit kapsz rá, azt hiszem 20-at, vagy valami ilyesmi. És akkor azt be tudod váltani zöldségekre, gyümölcsökre, konzerves gyümölcsökre, zöldségekre, fagyasztottakra, tejre. Szóval ilyesmire, szóval ha azt nézem, az ingyen volt. A második részem az 70 font volt, 71-72, nem vagyok benne biztos, de 70 az tuti. És akkor a második pedig 50 valamennyi volt, ami azt jelenti, hogy 120, kerekítsünk, mert azért ott. Mit tudom én, legyen vagy 125-130 körül, és szerintem szuper jó, ugyanis tényleg most teli van minden. Úgyhogy nem hiszem, hogy egy jó darabig kell mennünk vásárolni, és remélem nyaralás előtt, mert fel kell ezeket használni, hát azért. Szóval remélem, hogy nem megyünk. Úgyhogy, ja, amúgy nagyon örülök ennek az Aldi vásárlásomnak, szerintem tök jó. Megéri, olcsó, jó cuccok vannak. Bocsika, olcsó, jó cuccok vannak benne, úgyhogy. Ja, én már ide fogok járni, ez 100%. Most kipróbáljuk ezt. Ennyi sok szacsora voltam. És akkor ez, gyerekek. Végem. És nem értem, hogy nem vettem még. A büdöseget, hát ebből még kell, nem tudom, mit tárolok itt, mondjuk így. Nem tudom, most jelenleg ezeket itt ide tesszük. Wow, öcsém! Wow! Hát ez tök jó, ezt nem így fogom tárolni, majd még eldöntöm. És hát szépen azért nem mondom, hogy be lehet csukni, mert nem. Nem rossz, úgyhogy ja. Ennyi gyerekek, ennyi mondani valóm van. Majd jövök. Tudom, hogy mostában nem teszek fel semmi érdekes, csak kajás videókat, amiket veszem meg, de semmit nem csinálunk, szóval úgy nem annyira érdekes most az életünk.
nem sokára az lesz. Nagyon remélem. Ha valaki úgy gondolja, hogy hogy néz ki ez a Stella, az azért van, mert az Adelino nullát aludt éjszaka. Jó túlzás, mert aludt, de végigkökte az egész éjszakát, és az arca, mutatnám, így volt az enyém, hát. És folyamatosan leköhögött. Folyamatosan. Hogy egy nagyon jó éjszakám volt. De hát ez ilyen gyerekek. Most azon vagyok. Ja! A boltban jártam, és a leárazott résznél találtam egy olyat, hogy az én első útlevelem, meg amit rá kell tenni a... Tudjátok, hogy... Uramacsá! Hát ez meg... Hát jó, a boltból van, de ilyen illatos. Azt a... Amit rátesz a kis... Mert azzal is van neki saját kis bőröngye, bár nem hiszem, hogy arra ez jó, de mindegy, megvettem neki. Köhögésre gyógyszer, mert nagyon csúnyán köhög. Meg le volt tárazva, képzeljétek el, 20 penny. Ilyen kis paradicsomos tex. Meg... nem tudom, ez amúgy babáknak való. De megvettem. Cause why not? Az az egyik. Ó, nem tudom, hogy láttatok-e már a szemcsimbe. Hát, ha nem, akkor most már láthattok. És képzeljétek el, elfes. Látjátok ezt? Elfes. Kis szemhéj, csillogó, valamicsoda, 50 penny volt, gyerekek. Azért az elf, az mindenki tudja, hogy nem éppen egy olcsó márka. Megnézzük, mennyire volt. Először leárazva. Értitek, az emberek csalósak itt nagyon. Kérdeztem a mamámnak. Aha, 2 fontról volt 50 penny, de hát ez nem 2 font. Na mindegy, ezt a mamutámnak vettem egyébként, mert imádja a kéket, kedvenc színe. Meg hát lehet megtartok egyet én is. Ennyi. Deszét. Kupáj.